Illetve abba még fogjátok hallani majd, amiről beszélek, hogy még arra gondoltunk, hogy lehet, hogy arra gondoltunk, hát csak a Fügyesre, meg a Markóval beszéltem erről, hogy egy kicsit olyanokról beszélgetnénk, hogy a következő szerdán, akik nincsenek itt azokkal, és egy gyülekezetnek a látásáról, mit csinálok, hogy csinálok, merre csinálok, mert sok olyan furcsa dolgot csinálunk, ami nem biztos, hogy mindenki ért. És akkor arra gondolok, hogy jó lenne, hogy ezeket nem így mikrofonnal, hanem így csak leülünk és beszélgetünk, ilyen módon megbeszélni, jó? Tehát a jövő szerdán egy olyan alkalmunk lenne, jó? Tehát a bibliaiskola alap, és akkor amit most mondok, ez csak egy kis bevezető ahhoz. Hát az egyik az, hogy ugye, tehát látjuk, mindenki tudja, hogy érzi, ugye, hogy valami olyasmi történik velünk, vagy valami olyasmiben vagyunk benne, ami szokatlan vagy furcsa. Nem így gondoltuk, hogy nem így terveztük. És fogok konkrétan is beszélni, csak egy igét szeretnék mondani. Ezt mindenki ismeri, ez az Ezékiel 47. Felolvasott el pár verset, az elsőt a kezdet. És visszatérített engem a ház ajtajához, és ímé víz jött ki vala, ki a ház küszöbe alul napkelet felé, mert a ház kelet felé volt, és a víz alá folyt vala a ház jobb oldalon, az oltártól délre. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhozott engem a kívül való úton, a külső kapuhoz, jól lehet hallani, nem? Igen. Amely a napkeletre néz, és ímé a víz ott forr valaki jobb oldal alól. Igen, már a Bára Bettilától olvastam, hogy ez a forr valaki, ez már így nem helyes, tehát forrt ki. Mikor kiment az a férfi napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, miért? Ezer singet, és átvitt engem a vizen, bokáig ért. És miért ismét ezre, és átvitt engem a vizen, a víz pedig térdig ért. Ugye ér valaha, és miért ismét ezre, átvitt engem a víz derékig ért. Hát milyen szép az, ért valaha, csak már nem olyan értik magamság. És miért még ezret, és volt olyan folyó, hogy át nem mehettem rajta, mert magas volt a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. És mondta neki, ha láttál-e emberfia, és visszatetett engem a folyópartján. Mikor visszatértem, mi a folyópartján, igen, sok fa volt mindkét felől. Mondta nekem, ez az a víz a keleti tájékra folyik ki, közép-keleti tájékra, vagy közép-európára, és a lapácra megyen alá, és a tengerbe megy bele, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsök valamivel folyam bemegy, írni fog. A halaknak nagy bőségük lesz, és az a víz bement oda. És azok meggyógyulnak, és él minden valamivel folyó bemegy. És lesz, hogy halászok állnak rajta, engeditől ennek lámi, varság kivető hely részen, nemük szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai nagy bőséggel. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek. És a folyó mellett mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája növekedik fel, leveleik ellenhervadnak, és gyümölcseik el nem folynak. Havonként új, meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízikon van a szentélyből ki nem foly. És gyümölcsük eleder és leveleik korlossága valók. Most tudom azt, hogy ez egy ilyen profétai írás, és ugye ez jelent konkrétan is valami, de ugye ebből sok mindent szoktunk prédikálni, és én csak egy valamit szeretnék így kiemelni belőle, ami úgy, ezt még múlt valamikor prédikáltam, amit akkor érített meg, és úgy érzem, hogy most akkor el tudom ezt mondani. Ehhez, hogy ugye azt lehet látni, hogy folyik ki a trónteremből a víz, és ennek négy szintje volt ennek a víznek. Volt bokáig, térdig, kerékig, és megúszni való víz. Amikor ezt a múltkor beszéltem, csak egy picit érintettem, aki emlékszik rá, akkor értettem meg azt, legalábbis akkor inkább így értettem meg azt, hogy ez egy kicsit jelképezi azt, ahogy az egyház milyen szinten járt az Istenről való kijelentésbe. És én csak ilyen egyszerű dolgokat fogok mondani, ami lehet nagyon kis a példából fakadó dolgok, de mégis segít, egy bizonyos dolgot szerintem segít megértenem. Tehát mindegyik a vízben van, de a víznek a mérete, mennyisége, ez sok mindent meghatároz. És azért akarom ezt mondani, mert
mert sok dolognak, és beszélek konkrétumokat is, amiket nem értünk, fogjátok látni, ez az oka, hogy milyen vízben vagyunk most. Amikor a bokáig érő vízben vagy, úgy, én úgy tízetelben csináltam is magam egy rajzot, hogyha oldalról egy patak medret csinál, egy folyó medre, ott a széle, itt a vízszint, az vízszintes, és akkor úgy, ahogy mélyül. Amikor a szélére állsz, mindenki állt egy folyónak a szélén, ugye teljesen kicsit locsolja a bokádat az egész, érzed a vizet, érzed, hogy más, mint csak kint állni, tehát ez az, amikor van valami ismeret, hogy már az Úrra hívő vagyunk, te teljesen a te hatalmadban vagy minden, fogod, kilépsz onnan, és akkor visszalépsz az egészbe. De a térdig érő víz, ugye erre szoktuk prédikálni régebben, hogy amikor imádkozás, hogy ez az a térdre kényszerít az ember, most itt csak más aspektusból beszélek róla, az már egy kicsit nagyobb érzet, hogy van valami sodrása a víznek. De még teljesen te érzed magadat, aki vagy. A derékig érő vízben már erősebb valami, most úgy értem, amikor egyre nagyobb, több mindent megértettünk az Úrba. De ez mindennél a három fázisnál, abban mindegyik megegyezik, hogy nálad van teljesen a kontroll. Tehát végig te vagy a talajon állsz, bokád, a térded, a derekad, hiába mossa a víz, érzed az egészet, te ott vagy, hogy te tudod, mit akarsz, te tudod eldönteni, jobbra mész, balra mész. És amikor azt mondja, hogy megúszni való víz, mert az az a pont, ahol minden megváltozik. Tehát ott minőségi változás történik. És az a, ugye erre lehetne mondani Petőfi szavával, hogy bár fölül a gálya, alul a víznek állja, azért a víz az Úr. Tehát ebben a szintben jelenik meg igazából, hogy a víz az Úr, és nem te vagy az Úr. Ott elveszted minden olyan kontrollodat, ami addig volt. Ez nem azt jelenti, mert nagyon fontos, azt mondja az idő, hogy megúszni való víz. Ugye aki úszott folyóban, az érzed, hogy van egy húzása a folyónak. Te úgymond kontrollálod, tehát csak ezt azért mondom, akik esetleg ezen fennakadnak, hogy nincsen kontroll, tudsz benne úszni, tehát megúszni való víz. De onnantól kezdve elvesztetted azt, hogy te szabnád meg, hogy merre fogsz menni. Egészen addig, amíg úgy vagy, hogy te tervezel, te képzelsz el, te, addig bokáig, térdig vagy derékig érkezik. Amikor beleérünk a megúszni való vízbe, akkor egyszerűen, ugye azért jó ez a példa, mindenki tudja, aki hol úszott a Dunában, azért talán nekünk azért, vagy raftingoltál. Amikor beleérsz abba a részbe, onnantól kezdve a sodrással haladsz, ahogy a sodrás megy. És ez egy totálisan felborít mindent, amit addig te képzeltél. És ezt lehet egyrészt egyénileg is érezni, ugye egyénileg az, hogy elveszíted az addig a referencia pontjaidat, hogy a szilárd szárazföld, és amit én gondoltam, onnantól kezdve nincsen, a víz az Úr. Tehát ahogy ő víz, ha benne van a vízben a terv, ő már a víz tudja, hogy hol fog partot érni, hol fog lezúgni, merre fele megy. Egy vagyunk mi is, amikor én azt gondolom, hogy most szerintem érünk bele, nem azt gondolom, hogy hűde, de ez már az szerintem, megúszni való víz. Amikor én tudom, hogy régebben mennyit tervezgetünk, nincsen semmilyen terve, csak te vagy. Vagy az életemre, az Isten terve a saját életem. Nincsen, hogyan megyünk be Torontót, vagy nem tudom én, Piripócsot, ilyen nincsen többé. Ez addig van, amíg az ember így áll, meg úgy áll, mert addig tudok sétálgatni, kicsit lejjebb menni, kicsit így gondolom, kicsit úgy. Amikor benne vagy a megúszni valóban, nincs ilyen. De ami a leg, ez az egyik, de ami a másik, talán még drasztikusabb dolog, ami szerintem az, ami most fájó, hogyha nem csak egyedül állsz bele a vízbe, hanem ketten, hárman, tizen állok be, akkor ugye itt tizen, itt toporgunk, együtt vagyunk, ez a mi kis közösségünk, így vagyunk, úgy vagyunk, kicsit beljebb megyünk, akkor is így vagyunk, úgy vagyunk. A derékig ér, akkor már úgy lehet érezni, hogy hát nyom engem is, vagy téged is, hogy levitt vinne el, de amikor megúszni valóban válik, akkor onnantól kezdve egyszerűen átrendezi a víz azt, ahogyan a kapcsolataink voltak. Mert onnantól kezdve a víz az Úr, és azt kezd megvalósulni, ahogy bele van kódolva, bele van írva a vízbe. Azt pedig, higgyétek el, ez mindenki, én is így vagyok vele, nem gondoltad azt előre. Fogalma
fogalmat sincs róla igazából. Nem azért, mert a hívő az egy hülye gyerek és nem tudja megérteni, hanem egyszerűen a folyó az ilyen. És ha belekerül 10 ember, egy iskolás csapat, egy folyóba, akkor azok úgy szétválnak, ahogy filmekben szoktuk látni, és nem kell most hozzagondolni, hogy milyen rossz példát használtak, szét fognak válni. Valakiket össze fog sodorni a víz, akik addig nem voltak együtt. Valakiket szét fog választani. Azért, mert a vízben benne van az a terv, ami szerint halad az egész. Én azt gondolom, hogy ez, amit Jézus az ikében van a Kolosszi levélben is, meg aztán még egy helyet, hogy kapcsok és kötelek által vagyunk összekötve. Ez nem tud úgy megvalósulni, amíg mi irányítunk, mi kontrolláljuk, hogy én nekem te vagy szimpatikus, és akkor meg te vagy a jó imádkozó, meg a jó tesó, én veled akarok. Ezt lehet addig, amíg ilyen kis botorkálok az egészbe, és kontrollálni tudjuk. De itt, ahol lehet látni, hogy olyan dologba mentünk bele, ami figyeljetek, én hogy hívják, nyár elején hallottam először Torontóról, kis túlzásra, hogy magyarok élnek a világnak ezen a részén, azt talán ezzel nem foglalkoztam. És amikor még, ezt lehet, hogy sokan nem hiszik, amikor szeptemberben kijöttem ide, én neked eszem ágában sem volt, hogy én azért, hogy kimaradok. Meg sem fordul. Na akkor biztos nem az úrtól van, hogy most itt vagyok. De csak mert belekerültünk ebbe a vízbe, és ahogy sodort ez a víz, érted, egyszerűen nem csak én láttam itt, hanem másik. De más dolgokban is ugyanúgy. Tehát azt kell megérteni, szerintem, hogy más, mindjárt mondom tovább, más dolgokat is megértjük, hogy egy más dinamika van, ami most történik. Mert más világosságban vagyunk, más jelentésben vagyunk, és rendeződik át az egész dolog, amiben voltunk. Más szavakkal. Az új dolog új tömőbe kell tölteni. Figyeljetek! Azt szerintem mindenki érzi, hogy új a bor, és jó. Aki issza, jól esik neki. Ez otthon is látszik, itthon is látszik. És akkor utána a Jézus azt mondta, hogy ne töltsük a régibe, ugye ne próbáljuk a régi szisztémákat feltölteni ezzel, mert kiszakad, ez is elfolyik, meg az is tökre megy. És én megértem, és ezzel fogunk majd a jövő alkalommal beszélni, megértem azt, hogy jó íze van a bornak, és érezzük, hogy ez valami más, és még nem látjuk a tömlőt, hogy hogyan fog. És csak a múltbeli tapasztalatainkból tudjuk leszűrni, hogy ez így szokott lenni, tehát így kell csinálni. Ugye egy gyülekezet azt jelenti, hogy összejön vasárnap, és akkor valakik itt énekelnek, mi tapsolunk, utána hallgatjuk a nagy embert, és akkor hazamegyünk. De lehet, én azt gondolom, hogy a megúszni való víz, és amikről sokat beszélünk, az eljuttat, el kell, hogy juttasson minden embert arra, hogy inspirációt kapjon arra, hogy mi az ő dolga, mit kell neki tenni. És ezt azokkal teszi, akikkel össze van kötve. Ez nem azt jelenti, hogy nem jövünk össze, vagy ennyien jövünk össze, vagy akárnyian jövünk össze. De meg vagyok győződve, hogy nem tud az egyén teljes boldogságra jutni, hogyha, amit az ige mond, hogy boldog lesz az ő cselekedetében, ha nem végzi azt, ami Isten előre elkészített neki. Azt pedig képtelen meglátni, ha nem kezdi magát annak látni, amiről már régóta beszélünk. És én tudom, tehát nem a levegőben beszélek, tudom, hogy amikor ezek veszélyes gondolatok, mert ez strukturális változást okoz. Amikor te szabad ember leszel, és felelősen kezdesz gondolkozni, nem tagja egy szervezetnek, és nem úgy kezdesz magadat azonosítani, hogy én tagja vagyok ennek a gyülekezetnek, és ez a csoport így együtt mozog, mint a bokáig érő vízbe, a térdig érő vízbe, hanem amikor beleérünk a megúszni való vízbe, még bocsánat, még az is lehet, hogy őt elragadta a víz, én meg még ott állok a parton. És úgy tűnik, hogy mi történik, érted, és csak nézek. Azért kell arra figyelnünk szerintem, amit hallunk, és amit az Isten mond. Tehát most beszéltem a Karesszal is, és nem se jegyeztem meg, hogy mit mondott, valamit a Babilonról mondott, de tényleg nagy kijelentés, azt én éreztem rajta. De hogy az Úr ugyanaz, így, úgy, onnan ugyanazt mondogatja. Tehát ez nem az, hogy így valaki ilyen hülyeségeket beszél a levegőbe, hanem a Szent Élek egyszerűen önti ki ezt a valamit, és egyszerűen nem lehet leállítani. Tehát állandóan, csak egy kicsit olvasod az igét, és már hú, de jó, akkor beszél, ezt prédikál, azt prédikál, amaz prédikál. Olyan jó, hogy láttam
otthon összejöttek az ilyen kegyelemes, és akkor nagyon jó volt látni, hogy egyik sem volt a másiknak a gazdája, vagy a szolgája, vagy az a csoport nem volt a nem tudom kinek a tulajdona, vagy milyen fennhatóság alatt volt, vagy milyen vízió alatt volt, hanem szerették egymást, és óriási potenciál van bennük ott mindegyikben, de ez így fog menni tovább. De azt akarom ezzel mondani, hogy valami új dolog van bennünk, meg közöttünk, abban vagyunk benne, és ezért van az, hogy bizonyos dolgok változnak, amiket csinál a gyülekezet. Vagy akkor meg lehet kérdezni, hogy mi is a gyülekezet? Hogy hogyan definiálod a gyülekezetet? Azok az emberek, akik vasárnap összejönnek, minden hónapban itt van, az a testvéred, meg ilyen hülyeségek, ami lehet, hogy régen, amikor a parton álltunk és tudtuk, hogy ott kell állni, azokat meg lehetett határozni. De szerintem ma már nem. És nem azért, mert nem tudom én mi, mert mondják róla, hogy én szép, az múltkor olvasta ilyen bájásra, hogy én szétvertem ezt a gyülekezetet, vagy valamit. Én nem vettem, sem ilyet is mondtak, na, de nem akarok terjeszteni a rossz beszédeket, de lehet látni, hogy a Szentlélek csinál valamit, és a hitolt szombaton is, nem tudom, annyira fantasztikus, én jobban aggódnék, hogyha nem azt érezném, hogy velünk van az Úr, hanem nem tudom én annyira lenni, de olyan hidegség, meg ilyen.